Júlia, kérem. Bemegy a nagyságos úrék hálószobájába, és tapintatosan az értésükre adja, hogy immár 6 óra. Értésükre adtam? Nem, nézz innen, te! Arra kértem, hogy tapintatosan. Jaj, hát én igen, csak tapintatos voltam. De a nagyságos úr azt mondta, sose szokott fölkelni 8 óra előtt. Akkor most visszamegy a nagyságos úrék hálószobájába, és még tapintatosabban az értésükre adja, hogy immár nem reggeli 6 óra, hanem délutáni 6 óra. Igen! Hippolit, átaludtuk volna az egész napot. Júlia, kérem, kivezeti a nagyságos asszonyt a fürdőszobába, és csinál neki egy hideg unsalagot a hastályi kínok ellen. Figyelmeztetem önöket, hogy nem sokára megérkezik a főtanácsos úrőméltósága. Jaj, akkor megint enni kell. Szentséges Isten, akkor megint inni kell. Azt hozza majd rendben, nagyságos uram. A gróf úr is úgy tartotta, kutyaharapást szőrivel. Maradjon. Nem tudom, milyen kutyáról beszélek. Én csak fehéregereket láttam. Fehéreket? Volt köztük egy pár kesés. Egy pár liki bennem van, talán sokat kortyoltam. Józan vagyok, jól számolok, kétszer 5 az 8. Pompás, hogy két lábon jársz, telve vagy, mint szálok az. Nem kérdeném fejet, helyén miért egy tököt hoz. Becsittem, mint te vagy, de még belém fér pár kortyocska. A falu végén van egy kutya, kutya, ott majd. És attól a buta koplalástól van. Gondolod? Egész biztos.
Enyém valamit. Isten ments, rá se bírok ételre gondolni. Persze, mert ma teljesen összeszűkült a gyomrom. Jaj, nekem is mennem pont kell. Pont ma kell, ilyen rosszul lennem, amikor az estély van. Hogy fogunk elkészülni? Mindjárt itt vannak a főtanácsos úrék. Nagyon dús a program, mióta ez a Hippolit itt van. Na azért az a tegnapi toszka nem lehetett olyan megerőltetni. A tegnapi toszka. Ahogy vesszük, mama, ahogy vesszük. Tényleg milyen volt? A tegnapi toszka. Nem értem, mire gondolsz? A sértő, a feltételezés. Hát milyen volt az operában? Ezt tőlem kérdez. Hát kitől kérdjem, én nem tudtam ott lenni. Micsoda? Te nem voltál tegnap este az operába? Te hiszen tudod. Na jó, hát tudni tudom, már nem arról van szó, csak tőled akartam hallani. Remélem, jól szórakoztatok? De mennyire, de mennyire. A Makács hogy érezte magát? Hol? Hát az operában. Miért nem ezt mondod? Mit szólt, hogy nem tudtam ott lenni? Oda volt, oda volt. Mondd csak, mama, te tényleg nem voltál tegnap este az operában? Hát persze, hogy nem volt. Hát én mondom, hogy nem voltál, én mondom, a nevetséges dolog. És a Terka? Terka nem láttam. Hogy, hát nem volt az operában? Dehogy nem, ott volt, csak mögöttem ült, az én nem láttam. Kedves voltam akár? Az opera. Hogy? Hogy? Mondd csak, mama, te tényleg itthon voltál? Hát persze, hogy itthon voltam, hát itt gyengélkedtem magamban. Aha. Na, megyek is, készülődök tovább. Aha. Júlcsa! Júlcsa! Gyorsan, ide jön, Júlcsa! Szól a Hippolitnak! Nem, rá már nem bízok semmit, idalgos Júlcsa. Ha jön a Makács úr, azt mondod neki. Makács úr. Ön tegnap este minden körülmények között ott volt az operában. Jó, figyelj, csak különben röpülsz ismétel. Jó, figyelj, csak különben röpülsz. Nem, ezt a másikat, a makácsosat, no. Makács úr, maga tegnap minden körülmények között ott volt az operában. Jó vagy, Júlcsa, takarodj. Ez a Hippolit, ez mindent összezavar. Ő ajánlotta a toszkát. Feleségem meg ott se volt. Én meg itthon voltam. Most kérdem én, hol volt a toszka? Teljesen. Émlegek. Hippolit, mit csinált ilyenkor a grófné? A grófné ilyenkor szenvedett, asszony. Ahhoz nem kell grófnénak lenni, szenvedni én is tudok. Tessék mélyeket lélegezni, az jót tesz. Mélyeket lélegezni, hát szuszogni alig bírok. Micsoda? Igen. A tegnapi toszka előadás Tita Buffo rekedtsége miatt elmaradt. Jegyek a pénztárban vissza, hát ez hallott. És aranyom a pá, ha nem zavarom pá, csak eltűnt az ingombom pá. Dalolsz, papa, dalolsz. Dalolok, mama, tudod, ez egy szextet a toszkából. Olyan fülbe ászol. Tényleg, hogy énekelt a Tita Buffo? Hogy, hát. Értem, még nem hallottál? Nem. Sőt, még én sem hallottam. Szóval nem hallottad? Dehogy nem, csak úgy üdvözlés. Dőd belül az a sok nagy hang. Különösen, mikor a toszka megjelent azon a nagy tőre. A másik azt mondja, hogy sírt azt a másikat. A nevét ne tudja se. Azt mondja, imádkoztál ma éjjel, toszka. Azt mondja, nem, ma még nem. Akkor jött a toszka, imája, hogy pá, nem zavarom, pá, csak elhagyom, pá, és aztán szúrja le. A toszka. Meg a másik is. Szóval nem volt reke. Kicsoda, toszka. Hippolit, mondja meg neki, lehet valaki toszka közben reket? Nem jellemző, nagyságos. Még hogy reket, bárcsak az enyém vonalnak a reket vannak a fele. Igen? Hát akkor olvasd. Mi ez, mama, mi ez? Ez, mikori ez az újság, mama? Mai, Mátyás. Látom, csak tőled akartam hallani. Olyanról még nem hallottál, hogy sajtóiba?
Ez nem sajtóhiba, ennek én utána fogok járni! Az asszony ingatlanult helyi mindenben! Nagyságos asszonyom! Na hát, a tegnapi opera előadása fantasztikus volt. Hát kérem, én a mai napig a hatása alatt. Igazán sajnálom, hogy nagyságos asszonyom nem tudott ott lenni. Főhogy önök, kedves Makács, ott tudtak lenni. Igen, igen, hát a... Nagyon nagy szerencse, kérem. Sok opera előadást hallottam már életemben. Ilyet még nem. Azt elviszem. Hát a... Azok a tapsok. Karmester, hogy vezényel. Tofka halála, kérem. Így remegett keze lába, amikor összett őrülési jelenet, kérem. Fantasztikus. Fantasztikus. Ne fáradjanak, uraim! Makács úr, ön nem volt tegnap este az operában? Nagyságos asszonyom, én voltam tegnap este az operában. Mondom, nem volt. Makács úr, gondoljunk csak utána. Hát, ha mégsem volt tudni tegnap este az operában. Schneider úr, én minden körülmények között ott voltam tegnap este az operóba. Hát akkor tessék. Szabad lesz belelapozgatni? Mit is mondott Schneider úr, hogy már... Hát, ha mégsem voltunk, mi tegnap este az operába. Voltunk az operába. Hát nagyságos asszonyom, most lenne itt egy lehetőség. Mert vagy voltunk, vagy nem voltunk. Valószínűleg nem voltunk, de még lehetünk. Na szeretném végre tudni, hogy ki volt az operában. Na most ezt az egészet elmondom neked, mama. Úgy, ahogyan volt, hát az úgy volt, hogy mi hárman, a Terka, a Makács, meg én elindultunk az Andrássy úton az opera felé. Na most két oldalt ilyen lombosabb fák. És hogy elindulunk a Terka, Makás, meg a Terka. Hirtelen nyíjban az fogta magát, az megugrott. Mi meg lemaradtunk, és mi úgy lemaradtunk, hogy majd a Terka elmondja, hogy milyen volt tegnap este az operán. Elhagyom, pá! Aha, a Toszka imája. Na, milyen volt a tegnap esti opera előadás? Micsoda? De is ezeket tudnod kell? Mi lemaradtunk? Csak te mentél. Én? Jöjjön. Hát én mondtam a Hippolitnak, hogy gyengélkedem. Kénytelen voltam altatót bevenni, és egy fél órája sincs, hogy felébredtem. Ettől a hülye altatótól olyan milyen aludtam, hogy aztán mondtam, az operában vagyok, és ott azt énekelték, hogy pá, kis aranyom, pá, nem szavarom, pá. Hát nem mulatságos? De. Ez rendkívül mulatságos. Nem csak Terka, te tényleg itthon volt? Hát persze. Hippolita megmondhatója. Hol volt a lányom tegnap este, Hippolita? A kisasszony a szobájában gyengélkedett, asszony. A mázlista. Neki már van a lényeg. És te, Mátyás? Na, mit gondolsz? Én is gyengékedtem. És a Makácsot? Én is gyengékedett, ez valami fertőző járvány. Hol gyengélkedett a férjem, Hippolit? A nagyságos úr a hálószobában gyengélkedett. Igen? És akkor én hol gyengélkedett? A nagyságos asszony is a hálószobában gyengélkedett. Hát csak 25 évi házasság után már észre se vesszük magam. De a Makács úr az ugye nem a mi hálószobában gyengélkedett? Nem, a Makács úr valószínűleg egy egészen más hálószobában gyengélkedett. Különben is, mi bajod volt neked, mama? A nagyságos asszony valószínűleg az éjjel amáliázni méltóztat. Amáliázni? Ez biztosan megint valami előkelő micsoda lesz. De nyilván ettől az amáliázástól nem hallott minket gyengét. Bizonyára, kérem, bizonyára. Figyelmeztetem önöket, hogy 3 percen belül megérkezik a főtanácsos úr méltósága. Jaj, de jó szag ez! Hú, miből van?
Nagyságos asszony, ez nem szag. Ez illat. Fleur bleu. Illat? Igen. Akkor meg mitől van ilyen büdös? Kérem, ez a legdelikátabb illatosító, ami létezik. Még senki nem emelt panaszt ellen. Én nem bánom, hogy ha kiül nekem a légcső úrútól, akkor ne csodálkozom. Mátyás, kérlek, ne bánsd a Hipolitot, amikor jót akar. Hát nézd meg az asztalt is, hát micsoda különleges itt minden. Mi különleges van ezen? Ott van például az a nagy halom cekla. Nagy halom. Cekla? Hát mi az a vörös, ha nem cekla? Engedelmed, ez lazac. Hát már engedelmed, egy héttel ezelőtt, de nálunk még cekla volt. Derka, figyelj már. Igen? Mi az a vörös? Az. Az lazac. Igen? Hát akkor ide hallgass. Én egész életemben azt hittem, hogy a lazac az egy hal. Az is. Tényleg? Sose hittem volna. Megtenne nekem egy színes sírt? Hogy nem. Ha bejön a Hippolit, senki nem figyel oda, szép halkan, de érthetően, kérdezze meg tőle. Hogy? Van-e a ceklába szálka? Jó, majd megkérdezem. Alsó makács! Fel makácsi! Alsó pés! A jó édesanyja pedig hogy jön? Alsó, felső... Király, disznó! Majd én, Makács Aladár, főtanácsos úr, ő méltóság. Viszontlátásra! Nem nagyon jó estét kívánok! Először is módulat illeti meg a ház úrnőjét, gyönyörűen berendezett otthon, lakályuságáért, nem de bár. De bár, kérem, a lakályuság teljes mértékben az ő műve. Én, mint a ház feje, tisztelettel üdvözlöm. Derka kisasszony, engedje meg, hogy hódolattal meghajtsam őszülő fürtjeimet az ártatlanság rózsaszirmainak, eme viruló arcpíriai előtt. Jó estét, uram! Ó, ez a hódító orgánum, egyszerűs, mint andalító, ez az andalító hangocska, egyszerűs, mint bódító. Bevet, kérem, három szeveren lett át talán azért. Én, mint a ház feje, tisztelettel üdvözlöm. Ismerős, ismerős, maga szolgálta, izé a mondja, nem mondja, maga izé a mondja, nem mondja, mondja, hogy csinálok se sem? Hippolit parancsára. Hip, ez az. Rögtön tudtam, hogy te vagy, igen, rögtön feltűnt, hogy itt vagy. Köszönöm. Feltűnt neki, én, mint köszönöm. A ház feje, tisztelettel üdvözlöm a főtanácsosat, és engedje meg, hogy... Szervusz, Csaba, szervusz. Hogy vagy, végig nem láttalak. Na? Talán mi történt veled? Te kicsit nőttél volna, mióta nem láttalak, nem? Nőttem volna, igen, Ali bátyám. Nem hiszem, nem, hogy nőttem nem, volna. Nem, akkor valami más. Akkor talán összementél, nem? Össze?
azért valami változás csak van. Semmi változás nincs, de ez nagyon jó, hogy összementem. Nem, azért valami változás mindig kell a változásokat. Én mint a ház feje, tisztelettel üdvözlöm a főtanácsos urat. Szeres Csaba. Na, szóval én is egy kicsit megéheztem volna. A főtanácsos úr fáradjon azt. Azt nem is vettem. Tessék. Na, hát akkor mi hozzá is kezdhetünk talán. Pardon. Előbb mondok egy tosztot, utána végre eljegyzésről van szó, vagy mi az szó, vagy... Halljuk. Volt világos éjszakán, miről álmodik a lány, hogy jön egy királyfi tán, hófehér paripán. Ez az álom új mesés, ám de... Jön az ébredés, a királyfi oly kevés, és az, hogy jön, tévedés. És mégis, még pici fellegek úsznak az ég peremén. Még őket nézni lehet, örök életre lesz a remény, meg a regény, old világ. Na, mi is? Igen. Nagy örömmel vettük a meghívást, amely minket a Nemzetközi Szállítmányozási Vállalat legprominensebb exponensihez vezetett. Örömmel emelem poharam Schneider Mátyásra. Mi az? Aki hol a Schneider? Itt vagyok, kérem tisztelt, én mint a ház feje. Maga? Igen. Maga Schneider? Igen, kérem. Hol déblábolt mostanáig? Itt föl alá. Itt déblábolni akkor, amikor itt kell lenni, meg azt akarom mondani, hogy ilyen. Engem, na, velem. Na, mert miről is van szó, ugye? Lehet szó. Képszállításról, ugye? Lehet szó. Butorszállításról, ugye? Meg lehet szó. Lehet szó. Hússzállításról, egy kicsi húsika, jaj, ez nagyon finom, igen, és aztán lehet szó sajtszállításról. Szemét. Nem, szemetet nem látok. Nem. Ez én, jó. Mint a ház ura. Tisztelettel üdvözlöm. Én szeretném a ház asszonyával megkonzultálni, hogy a házasság részleteinek a feltételeit, ha lehetne. Főtanácsos úr, menjünk ki a teraszra. Tessék, parancsolj. Nagyon szép a kilátás, tessék. Lelátni a Dunáig. Istenem, a Duna, a sík, a Duna, meg egy vénszigány. Jaj, de szerelmes vagyok, babám. Hold a sík, a Dunád, ilyen éjszakánk, soha nem volt és nem lesz talán. Ma az éj, a vágy, s orgonál pillatánc, hozza a szellő Dunáron át. Hold a sírjadunál, meg egy vízikát. Jaj, de szellemes vagyok, Nem tudok mit csinálni, kisasszony. Mit keresünk? Schneider urat! Visszahoztam a kalapját! Nem alkalmas a pillanat, kisasszony. Tudom, azért vagyok itt. Hajlandó ide hívni a gazdáját, vagy én menjek hozzá? Az, hogy a kisasszony hozzá menjen, az teljességgel lehetetlen. Akkor hívja ide? Nem állódom be. Akkor én kérem, véletlent okozok. Tobias? Nem én voltam. Hozzon kiseplőt és lapátot, a művésznő takarítani fog. Takarítson az, akit azért fizetnek!
szíveskedjék a törést szüneteltetni, mert fizikai beavatkozás lesz egy kénytelen alkalmaztatni. Nekem a smaf! Én a fizikai beavatkozásból élek, fiam. Ipari! Mi volt ez a nagy csörömpölés, Ipari? Differenciánk van a művésznőben. Szent Isten! Miféle differenciájuk? 6 tányérból 3 a differenció. Miért nem hívtál meg a bábom, atyikám? Táncolni? Kire nincs semmiféle bál? Kérem, vacsora van. Enni szeretek, nem csak táncolni. Kérem, semmit nem lehet csinálni. Nekem itthon van a feleség. Hát egy kis életet viszek ebben a szomorú lakásban. Miért vagyok szomorúak? Vidámak vagyok. Van itt elég élet maga nélkül, és maga életére semmi szükség. Apukám, ne dumálj, mert volt rá. Itt van egy vitáli, dobja már ki. Az afférok likvidálása nem a hatásköröm. Majd kidobom én. Hozzám ne nyújj! De? Sikítok! Vigyázz, nézd meg! Imádlak én! Jaj, jaj! Oh! Maga családja nagyon puritán atmoszférát áraszt. Azt hiszem, hogy rövidesen kontaktusba fogunk lépni a maga puritán familiájával. Igen, és négyek, mi mindig híresek voltunk a puritánság. Igen, Matyikám, azért is mutasd be az úrnak! Kérlek! Ó, oh. Csókolom a... Csókolom a... Csókolom a... Ja. Telefon? Nem, jó. Ki ez a bájos hölgy? Nem ismerem. Nem? Szegről végről csak. Ki vagy mond, ki a szemed? Ki a kezed? Ahogy csak lehet, azért, mert szeret, mert a babát. Rossz vagy babánk, virágos nyári este, mégis boldog lehet. Vele, ki vagy mond, ki Mi vagyunk? Na, én azt megmondtam. Még is azt engedje meg, hogy felajánljam a karomat. Oh, egyelőre elég az is. Nem is. Ez egy nagyvilági ember. Ez biztos kiképeztet engem? Nem is. Bele tudnék esni? Tessék, itt a Duna. Mindjárt megnézhetjük, hogy itt van itt. Most mi lesz? Most, nagyságos uram, egy akkora botrány lesz. Mit szokott ilyenkor csinálni a gróf? A gróf ilyenkor már semmit nem szokott csinálni. Mi lett a nővel? A nő általában röpült, ezt a titkár elintézte. Hívja ide a titkár. De a nagyságos úrnak nincs titkára. Meg mit beszél össze-vissza? Megfelelne egy alkalmazott. Alkalmazott, rendben. Fölhívnám nagyon rá. Nagyszerű, jöjjön a kocsival! Ez kitűnő gondolat. Én megmondom a mamának, hogy... Nem láttam, nem ismerem. Akkor mutatkozz bele! Én azt sem tudom, hogy te vagy a házigazda, ő meg valami rokon. Akkor? A főtanács a sokona. Honnan tudod? Hát ő mondta. Csak azt nem értem, miért tapad úgy rá a makácsra? Biztosan közeli rokon. Na de ennyire! Terkával meg egész este nem törődik semmi. Jó, hát én ezt a dolgot már intéztem, mama. Gondoskodtam az unokaunknak, udvarlóról, mindjárt itt lesz. Micsoda? Hát a nagy adrás. Legalább valami hasznát is vesszük. Kié vagy, mamma? Egy válasz? Igen, csak hogy én nem kérdeztem semmit. Mutatkozz be, Mátyás! Schneider vagyok. Én meg éhes vagyok. Éhes? Kedvesem, parancsoljon! Maga egy nagyon kedves asszony. Maga is egy nagyon kedves ő! Gyere, mamma, mielőtt összemelegednétek, azzal, hogy igen, mamma! Nem, nekem nem kell ez a Schneider lány,
nekem csak te kell lesz, Mimi. De neked mindjárt bejelentik az eljegy. Éppen azért, addig még van egy negyed óránk. Na, gyere, gyere! Miután itt minden olyan unalmas. Történjen már valami. Erre parancsolja a méltóságokra. Ezt egyelőre még hagyjuk. Miről van szó? Technikai nehézségek merültek fel a méltóságokra. Miféle technikai nehézség? Mimi a neve. Egy hölgy, aki útban van. Hová? Már úgy értem, a Schneider úrnál van. Most nekem kell elvállalnom? Amennyiben még szállítható állapotban. És mi van az eljegyzéssel? Attól tartok, nincs erkölcsi fedezete. Nocsak. Erka kisasszony sem lelkendezik az ügyért, Bakács úrnak pedig egészen más irányú elfoglaltsága van. Mi a feladatom? A művésznőt likvidálni kell. Tipulit, ezt maga eszelteti. Sajnálom. Túlbecsültem a Schneider úr konspiratív talentumát. Rendben van, a maga kedvéért vállalom. Lekötelez, méltóság. Ezért csókolom. Kedves nagy András, úgy hallottam, kilépett a cégtől. Mi árad van? Kérem, Hippolit, magyarázza meg a kisasszonynak, miért vagyok itt. Nagy András úr szállítja a Mimi művésznő. Oda, ahova a művésznő föllépni szokott. Minő véletlen a főtanácsos úr a kapukában. Nos, uraim, mielőtt belezavarodnának a magyarázkodásba, távozom. Bocsássa meg, kisasszony, mielőtt elmenne. Engedje meg, hogy gratuláljak az eljegyzéséhez. Köszönöm. Erre iszunk, Hippolit. Pesgőt. Sajnálom, kisasszony, de kifagyott. Hoznék egy másik palackot. Maga gyönyörű. Tényleg férhez megy? Lehetséges. Köszönöm, hogy imádod, hogy rám úgy vigyázod, de ne küldjön virágot nekem. Köszönöm, hogy becézed, de egy kissé elkésed, mert titokban más élet szíved. De miért is álltatnám többé magam, vagy ilyen szép csendben, mint két jó madár. Köszönöm, hogy imádok, hogy rám vigyázok, de ne küldjön virágot nekem. Egy halc eszem, mint száz beszél, átfonja, mint a lép szívét, egy jó keringő mely úgy húsz zene, mámor és varázs, száz hegedű és vallomás, és nem kell hozzá más, semmi, semmi más. Köszönöm, hogy imádod, hogy rám úgy vigyázod, de ne küldjön virágot nekem. Köszönöm, hogy becézett, de egy kissé megkésett, mert titokban más élet szívem. De miért is álltatnám többé magát, váljunk el szép csendben, mint két jó barát. Az édesanyjától. Szóval a Boldog Fridgyhez mégiscsak szükség van a szemétszállítási koncesszusra. Hát ezért mondod fel. Ezért? Nézze, Terka, én nem akarok a maga boldogságának az útjába állni. Úgyhogy most rögtön megkérem a mamájától a kezét. Hát az semmi. Bátor ember maga? Mondj.
mondják. Akkor jöjjön a szobába. Ah, és a szökés? Hát szökés előtt mi? Mi kell a szökés előtt? Pakolj, nem? De. Hűs van oda, sokkal hamarabb megbeszélhessük, és eredményesebb. A szemétszállítást miért tudsz, hogy a házasságot, ugye egyik kutya, másik ebbe. Édesek, egyik kutyuska, másik ebbe. Te talán terretesség parancsolni. Belső termékedesség. Nagyon jó, mert minden elő van készítve. Én nem tehetek róla. Én elállok. Kérj szépen, hát én teljesen felhívjuk, háborodva kérj szépen. Hát én ilyet még, na már láttam ilyet. Csaba! Bácsi, szavamra elveszem feleségül. Tessék megengedni, hogy bemutassam a menyasszonyomat, hogy is hívnak téged? Mi lesz a szemétszállítással? Ez engem nem érdekel, kérem. Hát én elájulok. Hát meg engem nem érdekel. Azonnal takarodjon az én tisztességes házamba. Mióta mondom neki, hogy mióta... A maga háza tisztességes, ahova a férje randevúra hívott engem. Hát. Elveszem feleségül. Becsület, szavamra elveszem feleségül. Engem, te hülye! Nem, majd megbeszélsz a dolgot is, kérj szépen, én az önök házában egészen furcsa szituációba kerültem. Én is. És én itt az erkölcsösség csimboraszonyát védtem fel. Én is. És én fel vagyok ebből. Háborúban. Én is. És én ajánlom magamat. Én is. És akkor te gyere velem, az a legjobb. Ali bácsi? Magyas! Azonnal menj a főtanácsos úr után. Most meg rám? Meg később? Hát én is kipakolok! Minden szó soha, csend! És kiállok a mindennek, csend! Ha én egy vajas kenyeret akarok enni, akkor nekem smokingba kell öltözni. Hogy te amáliázol? Annak ki az oka? Csend! Hát, ami mit kihozta a nyakamra? Talán bizony én. Akkor ezt hagyd is. Tanácsos faképti ragyott minket, ki az oka? Mindennek az oka, ez az átkozott Hippolit, amit az a Hippolit vetette ide a lábát, a föld kifordult a tengelyéből, minden a Hippolit körül forog, de majd én megmutatom. A Schneider olyan... urral akarok beszélni. Itt vagyok, kérem. A mai botrány arra az elhatározásra kényszerít, hogy pozíciómat feladja. Ilyen helyen egy percig nem maradok. Állj! Acsai úr maga itt marad, letölti a felmondás időt. Két héten keresztül minden nap végignézi, hogy én nem smokingban zabálom a vacsorám, hanem ingújban, mitingújban, atlétatrikóban. A libas ültöz pedig hagymát eszem, mindez hagymát eszem, hagymához is hagymát eszem. Valak pedig késsel fogom enni, két késsel. Feleségében egy amáliázik, amit csak akar. Ilyen kövér lesz. És ilyen kövér lesz, és ekkora bajuszul nőszerű a feleségem is, vagy én is. Parancsára, nagyságos uram! Bocsánat, hogy közbeszólok. Kedves Hippolit, ha letöltötte a felmondási idejét, tudok egy helyet az ön számára. Tudomásom szerint gróf Wittenfeld Szenicei András nősülni készül, és inast keres. Boldogan állok a szolgálatában. Nagyon helyes, kérem, menjél is azokhoz a Szenicei, hogy is írják. Wittenfeld. Nagyságos asszonyom, engedje meg, hogy megkérjem Terka kisasszony kezét. Hát ide figyeljen maga a nagy. Maga a hozományvadász, maga. Sofőr, de maga. Igenis, sofőr. Hát mit képzel? Hogy kicsoda maga tulajdonképpen? Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Gróf Wittenfeld Szenicei András. Hát én elállom.
még nem éltóztassék, nagyságos asszonyom. Szabad legyen megjegyeznem, hogy alapjában véve minden ember arisztokrata. Csak van, akinek sikerül annak is születnie. Thank you.